Kedves nézők, megint itt vagyok. Tehetik fel a kérdést, hogy miért? Meg is válaszolom. Azért, mert az aranylakodalom a legény búcsú folytatása, és én a legény búcsúban is benne vagyok, és szerencsésen a sorszámommal bekerültem az aranylakodalomba is. Viccet félretéve egyébként, hát nagyon ritkán fordul elő, nem is tudom, hogy előfordult-e valaha, hogy egy színdarabnak folytatása legyen, ugyanabban a színházban ráadásul. Hát ez mutatja, hogy milyen hihetetlen siker az első rész, és a második is, most már azt is tudjuk. Úgyhogy lehető lesz majd folytatása ennek is, ki tudja. Egyébként érdekes, mert az első részben Szeregyei Bélával mi külön két szerepet játszunk, ugye ő a pap, én meg Mr. Watt, és ebben a második részben, miután az első részben mind a ketten egy gazembert játszunk, a második részben pedig végülis egy szerepen osztozunk ketten, ami azt jelenti, hogy a főnök ez a neve a szerepnek, de hát ez lehet az a figura is az első részből, és lehet az én figurám is az első részből, tehát igazából ilyen szempontból nincs megkötés. Az aranylakodalom egy hatalmas, fergeteges vígjáték, és azt hiszem, hogy Mona benne az ellenpórus, mert valahogy nem annyira szabad és vidám, és nem feltétlenül azonnal szeretni való nő. Nem mondanám feltétlenül szimpatikusnak, szóval igen, valahogy ő a fekete, a sötét oldal. Nekem az aranylakodalom egy elképesztően fontos színdarab, már csak azért is, mert ez életem első színdarabja, amiben szerepelek. Nagyon-nagyon izgultam az elején, az egész darab miatt, a csapat miatt, nem volt még ilyenben részem, viszont annyira pozitívan csalódtam, annyira jó fej kollégáim vannak, akikre felnézek, nagyon sokat segítettek, a darab egy nagyon-nagyon klassz, nagyon vicces, én tényleg az összes barátomnak így osztogatnám a bérleteket ide a színházba, a játékszínbe, hogyha tehetném, úgyhogy hatalmas élmény. Az aranylakodalom egy önmagában megálló, nagyon fergeteges vígjáték, de van egy előzménye, ami szintén önmagában megáll, a legény búcsú, és ott mind a kettőben Bobot játszom, az egyikben mint testőr, a másikban mint rendőr, van egy ilyen jellemfejlődése. Igazából Bob egyszerű, mint a fajék, de pont ez adja neki a szerethetőségét, és ez az egyszerűsége megy tovább ebben a darabban is. Szakmailag tulajdonképpen az volt benne a kihívás, hogy a Bob figuráját tudjam ugyanúgy hozni egy másik személyiségben. Ott ugye testőr vagyok, itt rendőr, a kettő nem áll olyan messze egymástól, de azért mégis van benne egyfajta kihívás. Én azt gondolom, hogy ha a mai világban születnek szórakoztató vagy elgondolkodtató előadások, akkor az maga a csoda. Ebben biztos vagyok. Szükség van új előadásokra, szükség van új könyvekre, filmekre, mindenre, és hogyha az ember először dolgozhat valamivel, pláne a szerzővel, az szerintem egy kivételes lehetőség, hogy ebből a dologból mi hozzunk létre valami különlegeset így elsőnek. Mindig izgalmasak ezek a találkozások. Az egy nagyon ritka helyzet, hogyha olyan előadás születik, aminek már van egy előzmény története, és ebben a színházban az a legény búcsú, tehát az az egy, és az aranylakodalom a kettő, ez a folytatás, ez már önmagában szerintem egy izgalmas dolog, hogy a nézők nyomon tudják követni, hogy a szereplőkkel mi történik. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy ez tömör nevetés, tehát 2,5 órában, és minden karakter megtalálható benne. Az elgondolkodtató, a felszabadító, a jó, a rossz, és tényleg akkora szükség van arra, hogy egy kicsit röhögjünk. Nagyon kell. Tényleg, aki egy könnyed szórakozásra vágyik, de úgy, hogy azért vannak benne mély mondanivalók, mindenképpen látni kell ezt a darabot, tényleg. 2019-ben mutattuk be a Legény búcsú című darabot, amely Szente Vajk tollából származik, és mi ketten játsszuk benne a főszerepet. Én Simont alakítom, ő pedig Alexet, és mi háziorvosok vagyunk a darab szerint, és hát rengeteg kalamajka származik az első részben abból, hogy a Legény búcsú alkalmával én magammal viszem egy hotelbe, ahol van kaszinó is, a lagzi pénzt, ami aztán vagy meg lesz, vagy nem. De egy nagyon ritka történet fűződik a dologhoz, ugyanis kevés darab van Magyarországon, aminek van folytatása kortárs darabot illetően, és ennek lett egy folytatása Aranylakodalom címmel. Mai este is ezt játsszuk itt a játékszínben. Nagyon nagy szeretettel és örömmel. Ugyanígy házorvosok vagyunk, én ugyanígy Simon vagyok, ő pedig ugyanígy Alex.
A helyzet az, hogy most nem spoilerezek, de az első részhez hasonlóan nagyon sok kalamajkába fogunk keveredni a második részben is, úgyhogy én invitálok benneteket, hogy aki látta az első részt, vagy aki nem látta, mindenképpen jöjjön el és nézze meg az Arany lakodalmat is, illetve a Legénybúcsút természetesen. A Legénybúcsút 4 éve játsszuk közel, és egy nagyon-nagyon összeszokott csapat van az előadásban. A második része, az Arany lakodalom annyiban más, hogy nem biztos, hogy ugyanazok a szereplők játszanak, mint az elsőben. Ott vannak áthallások, de vannak új szereplők is, úgyhogy ezért is ajánlom mindenkinek, hogy derüljön ki számotokra is, hogy kik a régiek és kik az újak.